Na, megjöttem megint. Ilyen felhívást szeretnék adni. Fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogy újabb tanfolyam indul. Lesz kezdők számára is, és haladók számára is. Majd fel fogjuk mérni a rezgés szinteteket, és tudni fogjuk, hogy ki milyen tanfolyamra fog menni közületek. Ezt a felhívást azért teszem, mert már többször is hívtam az embereket, hogy jöjjenek a tanfolyamainkra, de úgy látom, hogy sokan keverik a szezont a fazonnal. Az azt jelenti, madár megőrült, ne csipog, a szezont a fazonnal, tehát azt hiszik, hogy aki ébredt, az automatikusan megy az 5 évbe, és minden jó lesz, és tehát, hogy el van minden intézve, mert ők már ébredtek. Hát ne keverjük össze a szezont a fazonnal. Az, ha valaki ébredt, az nem azt jelenti, hogy fejlett is, és hogy magasan rezeg. Ismerek én olyat, aki mindenről tud, hogy mi történik a világban, mégis úgy viselkedik, mint egy tahó, és nem is tudja. Tehát, aki nem Isten emberként viselkedik, aki az Isten emberek világába, az 5D-be, ugye, mert az nem passzol be, az de is álmodjon róla, hogy jönni fog, hát nem tud berezegni. Na most ne úgy gondoljátok el, hogy hát most látják, hogy Tóth Juliska olyan szép kislány, és olyan jó szívű, és olyan kis rendes, és majd berezeg. Nem, ők nem azt látják. Ők azt látják, hogy mennyi fény van benned, és mekkora a rezgés szinted, és amikor téged az a fénycsóval, az energiacsóval, az a krisztalíne, krisztálspirál, bevonz, összekapcsolódik veled, be tudsz kapcsolódni az 5D-s matrixba, amit mi alakítottunk meg, akik már előttetek haladnak, tehát akik már nagyon régóta tudják, hogy lesz egy új világ, és ezt az 5D-s világot előre teremtik, hogy úgy mondjam, végig mennek az idősíkon, hogy úgy mondjam, végig mentünk a fejlődésnek a fokán, hogy oda bekukkantást nyerhessünk, és mert ugye elfelejtettük mi is, még akkor is, hogyha ottan jövünk, vagy azon már rég keresztül jöttünk, hogy nektek segítsünk, de mi is elfelejtettük, hogy mi is van ott pontosan. És tehát a hülyeséget abba kell hagyni, jó, hogy bekapcsolódunk ilyen Facebook csoportokra, ahol biztos, hogy jó szándékú őrültek vezetik a Facebook csoportokat, de aki olyat ajánl neked, hogy holnap indul az űrhajó, és gyülekezzetek, és iratkozzatok fel névsorral, hát gyerekek, ez nem így megy. Az úgy megy, hogy ahogy mi is megcsináltuk. Lépésről lépésre fejlődsz, a tudatod bővül, a szíved tágul, a tested könnyebb lesz, vannak testi tüneteink, igen, nekünk is voltak, meg vannak is, a férjem most megérdemli, ott van, ott fetreng az ágyba, világát nem tudja, hát majd vele így fognak dolgozni. Aki tudatos, azoknak kevesebb a problémájuk, azok esetleg szédülnek, nehéz a kezük, nehéz a lábuk, hát ilyen influenzás tünetek, stb., de ki lehet bírni. Hát aki ugye nem fejlődött megfelelő ütembe, azokat most meghúzzák, megnyúzzák. Aki meg egyáltalán nem fejlődött, az meg ezektől a nagy emelkedési energiáktól valahogy lesodródik a föld felszínéről, vagy szétrobban a test, vagy tehát nem fog tudni odajönni. Uha. Tanulóim csörögnek, és a lényeg az, hogy én azért szeretnék szólni, hogy ne otthon csücsülgessünk, vakargassuk fejecskénket,
és azt hiszük, hogy majd minden jó lesz. Nem, nem. Az, hogy jön a hajó, az altatás, érted? Nem, te fogsz fejlődni, te fogsz keményen megdolgozni, a belső világodat átalakítani, hogy még azt is megszeresd, amit eddig eltoltál magadtól, vagy elhárítottál magadtól, hogy megértsd, hogy nincs jó és nincs rossz, hanem minden értünk van a fejlődésünkért, hogy megértsd, hogy a reptilek és a különböző negatív lények igazából azért vannak, és azért hagyják őket, hogy munkálkodjanak, hogy te minél jobban ébredj, és kezdjél el dolgozni önmagadon, hogy te is egy magasabb szinten kezdjél el rezegni. Na most én például egy olyan fenomén vagyok, aki mikor meglát valami borzasztó dolgot, akkor én abból akkor átugrok, gyerekek, hogy én tudom, hogy nem akarok ide tartozni, és akkor olyan fejlődési szinten megyek keresztül, hogy tehát ilyen pánik rohamszerűen kapaszkodok felfele, még véletlenül se lefele. Ugye nagyon sokan általában pánik szerűségükbe, depresszió, stb. Stb. Szomorúság, levertség, letargia, és lefele mennek, lefele rezegnek. Na, én vagyok az, akit nyakon vágnak, és egyből, vagy valami olyasmit látok, ami rám nem jól hat, és egyből iszkiri kapaszkodok felfele. Azt akartam igazából elmondani, hogy dolgozok én, jó? Mert mondták a csoportból, hívtak fel az én csapatomból a tanulóim, hogy hát, Nyurka, mi nem is tudtuk elképzelni, hogy te hogy fogsz majd minket felemelni. Mert ugye én azt ígértem, hogy ha te nekem szót fogadsz, és csinálod a gyakorlatokat, és teszed azt, amit én mondok, igen, garantálom, hogy be tudsz csatlakozni az általunk megalkotott paradicsomi 5D-s matrixhoz, és megkapod az elektromos töltést onnan, és elkezdheted az új fajta Isten ember létedet élvezni, amit majd el is mondok egy következő videóban, hogy már Egyiptomba levitáció során épültek városok, azok a városok minket várnak, ott lesznek, tehát lesz több ilyen város is, amit hirtelen feltűnik a semmiből. Ott lesz a ugye, mert ha mindenki jól értesül, tudjuk, hogy a Jézus visszaérkezése lesz a Földre embertestben, ami már Atlantisban is így volt. Tótnak hívták őt akkor. Tehát akkor nem azt mondták, hogy a kis Jézus vagy Jézus, hanem Tót. Na, utána lehet majd keresni, ő az az Isten ember, aki Atlantisba is élt, utána Egyiptomba is élt, és utána a görögöknél is élt, és Hermes, meg stb. Stb. Neveket adtak neki, tehát mindig emberbőrbe bújt, de az úgy nézett ki mindig, mint hogyha ő egy Isten lenne, de igazából nem, hanem teljesen normálisan leszületett a Földre, és olyan hamar tudott ő fejlődni, hogy a saját testével együtt fel tudott emelkedni egy magasabb dimenzióba, és onnan le tudott nézni a szituációkra, és tudta, hogy az univerzum törvényei szerint hogy kell cselekedni, és ezeket adta, tehát ezeket mondta el, és ezeket írták le a tanítványai, ezeket örökítették meg rovásírásba, de az egyiptomi piramisokba, és stb. Stb. Igaz, az egyiptomi piramisokba nem oda vésték, hanem az is levitálva lett, az pedig úgy, hogy bement egy megfelelő személy, aki feltartotta a kezét, Ízis, én Ízist láttam, vagy egy másik ilyen Isten ember, feltartotta a kezét, ajánlotta, küldte fel a lenti energiákat, és a lenti energiákra válaszba jöttek a törvények, és ő csak körbe-körbe forgotta a piramisba, és szépen a falra dobálódtak ezek a rovásírások, és
Tehát ez is ugyanúgy, mint a piramis levitációval jöttek létre. Na, most ezeket nem is akarom a veletek így megbeszélni. Én csak tényleg azért jöttem fel, hogy jelentkezzetek a tanfolyamainkra. Nem őrült áron vannak, meg lehet fizetni, és emelkedjetek velünk együtt, hogy tudjátok, hogy biztonságban vagytok, hogy tudjatok egymással beszélni, ne egyedül otthon filóz, hogy hogy is van ez, hanem ugye a csoportnak van egy messengere, ott szoktak beszélgetni a csoporttagok, megkérdezhetitek egymástól, ki milyen szinten van, mennyit fejlődnek. Fogok ajánlani tankönyvet, fogok ajánlani filmeket, amik a témához hozzákapcsolódnak, hogy tudatbővítés, ezáltal egy magasabb dimenzióba való becsatlakozás, különböző atomok, sejtek és mágneses mező és elektromosság által, úgy mondják, hogy szikrák által, és hát vezetve vagy végig, odafigyelek nagyon a csoportomra, és biztosan mondhatom, hogy beértek a célba, csak oda kell figyelni, meg nálam azért, megmondom őszintén, nálam nem végighallgatom az adást, hanem nálam azért tanulni kell, jó? Tehát jegyzetelni kell, tanulni kell, oda kell figyelni, meg kell csinálni a házi feladatokat, a kötelező filmeket meg kell nézni, a kötelező dolgokból, amit odadok, ki kell jegyzetelni, tehát itt komoly munka van, de azért csinálom így, hogy minél előbb meg legyen a foganatja, minél előbb a következő csapat tudjon jönni. Tehát amikor ti már bent lesztek, ugye azért vagytok kiképezve tőlem és a plejádi testvéreimtől, mert ők segítenek nekem, hogy éjszaka hoznak, visznek benneteket, a lelketeket, a tudatotokat bővítik, a szíveteket nyitják, a testeteket tisztítják, a rossz programokat általatok átírják, tehát ti fogjátok mondani, hogy mit szeretnénk átírni, ezáltal más ember leszel, tehát nem a földi emberi jóság kell, hanem sokkal több sajnos, és ez nálam is elég keményen megy, tehát nehogy azt higgyétek, hogy én kivétel vagyok, csak én előbbre járok, és tudom, hogy kell ezt csinálni, meg tudom, hogyha így érzed magad, meg úgy érzed magad, az nem azért, mert nem tudsz emelkedni, hanem éppen azért, hogy emelkednél, de visszafogod magad ezzel, azzal, amazzal, és akkor elmondom, vagy dobok olyan videókat be, amivel ezt ki tudod küszöbölni. Például most olyanokat mondanak nekem, hogy a csapat, a tanulóim vállalják fel a felelősséget, és amit tesznek, tudják, hogy komoly konzekvenciát von minden egyes tettük maga után. Tehát próbáljunk meg úgy viselkedni, hogy nem csak azt kell bevenni, meg elhinni, hogy aki velem van, az le van védve, és annak nem kell semmiféle védelem, mert védett, hanem azt is higgyétek el, hogy úgy vagytok meózva fentről, hogy figyelik minden mozzanatotokat, minden cselekedetetek, és azt is, hogy viselkedsz. Tehát, hogyha nem korrektul viselkedsz, nem Isten emberhez méltóan viselkedsz társaiddal, a világgal, az élő világgal, a növényzettel, a földeddel, a testeddel, hát akkor várhatod még az emelkedést, hiába vagy ébred, vagy hiába dolgozol, hogyha nem érted meg, hogy nincs negatív és nincs pozitív, minden értünk van, és fogjunk össze, és emelkedjünk, és manifestáljunk mindent a csodálatos világunkba, ne engedjük magunkat visszahúzni, hogyha olyan erőkkel találkozunk, akik le akarnak húzni, az pillanatok alatt fogod csekkolni, és fogod tudni, hogy most mi a teendő ilyenkor. Ezt azért itt elmondom, hogy kb. Áldás és boldogság és szeretet,
és sajnos ennyi tellett tőle, aztán húzzunk tovább, töröld le, nem kell vele foglalkozni, most olyan időszak van, hogy belső munkálatok vannak, a belső világot kialakításába segítek én, amit manifestálni fogsz magad eléd és a kollektív tudatba, és a kollektív tudatból a matrix építését, az ötés matrix építését tudod segíteni. Hát remélem, hogy sok mindent elmondtam. Ha én nem vagyok szimpatikus, minden esetre keressetek egy másik mentort, aki szimpatikus és tud nektek segíteni a fejlődésetekbe. De mindenképp keressetek valakit, mert mondom, hogy olyan megtévesztések lesznek, még nekem is kétszer oda kell figyelni, hogy na akkor most mi van, mert hát ugye, hogy úgy mondjam, a másik oldalnak, aki az ellen dolgozik, hogy ebből a világból az emberek emelkedjenek, magasabb szintre szállingózzanak be, ők mindenféle cselt meg fognak próbálni, és ha nem vagy elég fejlett, nem vagy elég szemfüles, sajnos besétálunk, bármit besétálnak, és én ezt nagyon-nagyon sajnálom, mert mondom, belső fejlődés nélkül nem lesz 5D, nem lesz paradicsom. Tehát nem várhatod el, hogy olyan embereket rakjanak be az 5D-be, akik nem odavalók. Minek? Hogy ott is megmérgezzék a légkört? Szerinted beengedik őket? Hát nem. Minden esetre vár minket az új világ. Már látható is, keressetek rá Egyiptomba, milyen városok, milyen tanácstermek, milyen iskolák építkeződtek, levitálódtak már nekünk, tehát akik a tanácsba lesznek, azok az a világ összes pontján, ami össze lesz kötve ilyen energetikai spirállal a matrixnak a csomózásaihoz, tudjátok, az olyan, mint úgy képzeld el, mint az életvirágát, vagy itt mint egy háló, és akkor ugye a hálók azok így egymást fedik, úgy épültek fel. Azt hiszem, hogy ilyen, van egy ilyen, nem rombusz, nem tudom most a nevét, hogy milyen alakban van ez a szegélyes, most ezt az alakot elfelejtettem, nem fogom tudni, és ennek a szegleteibe, ugye, onnan jönnek az energiacsóvák kifele, és ezek a csóvák, ezek a krisztalin spirálok fognak lefele jönni a földre, és egy pontba találkoznak, és ott fognak ilyen levitált városok, levitált tanácstermek, ilyenek kialakulni. Mondom, Egyiptomban már kész van, és ott már csinálják is az ünnepséget, akik tudják, hogy mi van ott, ők ott már csinálják, és a Nílus kiömlésénél az ünnepséget a Jézuska, a Jézus fogadására. Igen, nem tudom, hogy ezt most mondtam, mert már nem mondtam, hogy lesznek keresztanyák, több király és több királynő, akik ebbe az életbe el voltak úgy nyomva, hogy komolyan mondom, nem tudom, honnan fognak előásódni, valami üregből, vagy éppen, hogy kell mondani, hajléktalan, vagy nem tudom én, hogy úgy fognak a fenomének kibontakozni, kibújni a 3D-ből olyan gyorsasággal az én tanulóim is, mint a gombák az erdőbe eső után. Tehát rengetegen leszünk, és segíteni fogunk. Azért leszünk kiképezve, hogy mi oda bemenjünk, és egy jó életet éljünk, és ezáltal, ahogy nincs már betegség, nincs már szenvedés, nincs már hiány, jólét van, stb. Feltöltődünk, és le tudunk szólni, le tudunk nyúlni a 3D-seknek még segíteni.
Hát én azt mondom, hogy spontán ébredések vannak, nagyon-nagyon gyorsan ébrednek az emberek. Aki eddig nem érzett ébredést, az sajnos, hát nem tudom, lehet, hogy még kap a nyakába egy ilyen, nem tudom mit a férjem most, ott nyög, sose szokott beteg lenni, de most haldoklik. Étkezést mondtam, meg az iskolába tanítom, hogy hogy étkez. Az iskolába tanítom, hogy a harmadik szemednek milyen vitaminokra van szüksége, mert anélkül nem nyílik meg. Skubizhatsz te jobbra-balra, olvashatsz te bármit, nem fog megnyílni. Pláne meg télen. De most, ha nem képzed magad, ha nincs belső fejlődésed, megfelelő, akkor azt az életet fogod sajnos választani, tudni, ami neked fel van kínálva, és az nem a paradicsom, csak szólok, jó? Tehát jelentkezzetek a Bíborka Leila Szahra, úgy van írva, hogy Szahra, Facebookomon, és onnan az asszisztense, mert már az is van, kézzeljétek el, nem bírom annyi D-be mozogni, 3D, 5D, hogy nála tudtok majd jelentkezni, én, ahogy nálam bejelentkeztek, én tovább irányítalak benneteket az asszisztensünkhöz, a Krisztinához, és ő fogja elmondani, hogy mennyibe kerül a tanfolyam, mit foglal magába, mennyi ideig tart, és ott el fogod tudni dönteni, hogy szeretnél-e jönni, vagy nem. Megkérlek benneteket, osszátok meg a videómat, hát ha máshoz is elér, aki mondjuk otthon ül, és nem tudja, hogy hogyan tovább, és érzi, hogy valamerre indulnia kell, mert belső késztetése van, és hogy segíteni szeretne az embereknek. Mondom, a plejádiakkal dolgozom, a plejádi testvéreinkkel, más földön kívüli fajok is jönnek segíteni, amúgy nem. Tehát nem csak az én csapatomhoz jönnek, egyénileg is jönnek, mennek, segítenek azoknak az embereknek, akiknek szüksége van rá, viszont csapatmunkába az energiák összeadódnak, és a mi csapatunkat amúgy is elejétől fogva különösen figyelik, nagyon szeretnek bennünket. A mostani tanítások azok egy kicsit hevik, megmondom őszintén nekem is, hogy ezt is szeresd meg, meg a másik oldalt is, meg a reptét is, meg mindent, meg fogadd el, meg minden. Kicsit igen, engem is már megstrapál, de tudom, hogy ha addig mi bennem minden egyes emberre szembe nem fog túlcsordulni a szeretet, addig nem fogok tudni oda bemenni. Tehát a jobb világban. Mert addig, míg egy icike-picike megértetlenség, nem elfogadás, eltolom magamtól van bennünk, nem kell még gyűlölet sem, mert én nem gyűlölök senkit. De el kell mindenkit tudni fogadni úgy, ahogy van, és tudni kell, hogy ezek az emberek, igen, még ha belénk is rúgnak, de azért rúgnak belénk, hogy valamit akarnak nekünk tudatni. Ezekkel az emberekkel mi már leszületésünk előtt megbeszéltük, hogy majd ekkor meg ekkor rúgjál belém, mert majd az tudatosul bennem, akkor meg ez tudatosul bennem. Így fogjátok fel, akire úgy gondoljátok, hogy nagyon energia szívó, azokat kérlek töröljétek le, ne legyetek benne maximum két csapatban, ne vigyék az energiáitokat, híreket semmiképp ne hallgassatok, mert ők arra spekulálnak, hogy titeket az ő általuk felkínált világba tartsanak, egy alacsony rezgésszinten. Tehát szólok megint, attól, hogy ébredt vagy, az nem azt jelenti, hogy te be fogsz indulni az 5D felé. Szó sincs róla. Na, köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem a hang jó volt. Próbáltam hangosabban beszélni, hát reméljük. Nem tudom, hogy írta valaki hozzá. Hang jó volt? Róza, nézd már meg. Na, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Szívecske, szívecske, szívecske. Puszika, puszika, puszika. Ja, és még egy, mindig elfelejtem, szeretném mondani, hogy a csapatunkban van egy hölgy, az Ivett, és ő is beszél a plejádokról, ő is tart előadásokat. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá,
a tanulóm, és velünk együtt dolgozik, és megkérlek benneteket, hogyha van egy kis időtök, és érdekel benneteket további plejádi tanítások, akkor nála meg tudjátok hallgatni. Nem tudom, hogy hogy van fent pontosan a YouTube-on, de ide alá fog írni majd a videóm alá, azt hiszem Gál Ivett. Jó, mert én mindig csak úgy mondom, hogy Ivett, de őt nagyon ajánlom nektek, nézzétek meg, és nagyon megkérlek benneteket, ne csak nézzetek engem 10 000-en, meg ilyesmi, hanem iratkozzatok is fel, mert hogyha nem iratkoztok fel, ez a csatorna se fog sokáig menni. Tehát azért tiszteljük meg egymást annyival, hogy a tandíjat rendesen kifizetjük, annyi amennyi a tandíj, és nem elküldünk valamennyivel kevesebbet, mert ma a bank levet belőle, ad egy, kettő. Tisztelj meg annyival, hogyha én érted, ennyit dolgozok, nem szórakozásból teszem, nem ebből a pénzből élek, csak hogy tudjátok, hanem megvan a saját cégem, és megvan a saját életem. Annyival tiszteljetek már meg, hogy feliratkoztok a csatornámra, belájkoljátok, és esetleg hozzászóltok, mert akkor körülbelül tudom, hogy mire van igény. Jó? És ennyivel segítsétek már az embereket, akik azon ügyködnek éveken keresztül, hogy emeljék a földet és az emberiséget. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szívecske, szívecske, szívecske. Puszika, puszika, puszika. Sziasztok!